A Magyar Kanizsa községbeli idegenforgalmi fejlesztésekről egyeztetett Nenád Ivanisevic tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár a helyi önkormányzat illetékeseivel Magyar Kanizsán. Szó szóval esett arról is, hogy az év vége felé az idegenforgalomra irányuló tartományi pályázatok jelennek majd meg, amelyekkel a Magyar Kanizsai önkormányzat is élni tud. A találkozón szó esett több idegenforgalmi tervről is, amit Magyar-Kanizsa községben terveznek. Az egyik ilyen a Tisza folyami határátkelője is, amin keresztül Magyarországra lehet majd átjutni. A találkozót követően Fejsztánmár Robert, Magyar-Kanizsai polgármester elmondta, hogy mindaz, amit 2019-ben idegenforgalmi fejlesztésekkel kapcsolatban elindítottak, az folytatódni fog tehát, hogy az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozókat a marketing területén és a piacon való szerepléssel kapcsolatban is támogatják majd a továbbiakban is. Továbbra is fő prioritás egy wellness központ kiépítése, amihez ugyebár az akvaparkos tartalom mellett egy hotel is tartozik szoros együttműködésbe a a már mind a, a, a speciális kórházunkkal, aki, ami ilyen státuszban van. Másrésztől szeretnénk a tiszaparti idegenforgalmat e, fölfejleszteni a vízi turizmus megerősítésével, tehát e, a, határon át, a határon való átjárás nem csak a szárazföldi résznél, hanem a vízi résznél is szeretnénk fejleszteni. A polgármester hozzátette, hogy a falu turizmust is szeretnék fejleszteni. Olyan programcsomagokkal készülnek, amivel több napig is itt tudják majd tartani a turistákat.